Szeretettel köszöntöm Önöket, tisztelt megjelentek, és szeretnék köszönetet mondani, hogy ennyien eljöttek. Ahogy itt körbenézek itt a színpadon, elől, hátul, jobbra, balra, úgy tűnik nekem, hogy vagyunk megint legalább 300-an. Ez egyfelől azt jelenti, hogy még nagyon kevesen vagyunk, de másfelől azt jelenti, hogy az időjárás az nem jött be, mert azt gondolták, hogy majd elmossa az eső a tüntetést. Hát nem így lett. Szeretném mondani, van 300 önkéntes ennek a magyar nemzetnek, aki képes árvíz idején, ilyen körülmények közepette egy felhőszakadás alatt is kiállni a magyar földért és a vidékért. Köszönet Önöknek! Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik most a gátakon vannak. Mi is egy gáton vagyunk valóban. Ez a szellemi honvédelemnek a gátja, és gátat szeretnénk szabni annak a folyamatnak, ami a földjeink ellen és ellenünk beindult. De meg kell köszönnünk azoknak az ezreknek, tízezreknek mondhatni, akik félretették a mindennapi gondjaikat, és kimentek a gátakra védeni az országot. Köszönet érte! És velük vagyunk! De amiért már nem mondunk köszönetet, az az, hogy hiába kértük, nem csak mi, sokan, Magyarország kormányát, hogy halassza el az országgyűlés ezen a héten az ülését. Falrahány borsó lett. Az árvíz ennyire érdekelte őket, hogy egy ilyen fontos kérdésről tárgyaljunk. Ezt követően pedig ma, hát nyilvánvalóan a mi tüntetésünkkel összefüggésben, a kormányzat elhalasztotta a zárószavazást. Ez is egy győzelem. Több mint egy éve nem tudják elfogadni ezt a szörnyűséges javaslatot, mert mi itt vagyunk. És innen üzenjük nekik, hogy itt leszünk, és nem megyünk haza. Akkor sem, ha elfogadják ezt a szörnyűséget. És most a hiánypótlás következik, ugyanis nem mutatkoztam be. Bár talán ismerik sokan a Váraja Szövetséget, de annyit hadd mondjak el, hogy a Váraja Szövetség egy patrióta érzelmű, globalizáció kritikus civil szervezet, mi a hagyományos értékek mentén gondolkodunk. 2012. májusában összefogva az élőlánccal kiálltunk Magyarország mellett, a magyar vidék mellett és Ángyán professzor mellett. Nagy szükség volt akkor rá, és hogy kerültünk mi a képbe, azért arról is hadd mondjak néhány gondolatot. Ugyanis nekünk azelőtt bár nagyon sok mindennel foglalkoztunk, de a földvédelem azért nem kifejezetten a profilunk volt. Hát úgy, hogy senki sem tüntetett. Ami azért elég nagy szégyen, meg kell, hogy mondjuk. És meglepődve konstatáltuk, hogy ez a feladat is miránk hárult erre a csapatra. Azért úgy elgondolkodnék, hogy hol vannak ilyenkor azok a civilek, akik máskülönben százezreket képesek az utcára vinni. Vagy ők nem Magyarországot szeretnék megmenteni? Ők csak az Orbán Viktort szeretnék megmenteni? Ez a kérdés ma eldőlt, tisztelt hölgyeim és uraim. Aki Magyarország mellett van, az itt van, vagy legalább lélekben velünk van. 2012 őszén számtalan tüntetést tartottunk annak érdekében, hogy fordítsunk a földtörvényen. Lehetetlen vállalkozásnak bizonyult. A népet elaltatták. Ekkor találtuk ki azt a jelszót, hogy mi vagyunk a média, mi emberek, Önök is, mindnyájan. És összefogtunk, adományokból eljutottunk az ország 18 pontjára. És lakossági fórumokon Ángyán professzorral és Bencsik János képviselőrral tájékoztattuk a lakosságot, hogy mi készül Magyarországon az országgyűlésben, vagy ki tudja hol. Azt gondolom, hogy a mai zárószavazás elhalasztása alapvetően nem másból fakad, mint abból a tényből, hogy megrémültek az emberektől. És ez egy jó jel. Ezek szerint az elkezdett folyamatunknak van hatása. Az egyetlen probléma, hogy még kevesen vagyunk. De figyelmeztetnünk is kell őket. Ennek érdekében az elmúlt egy héten a Váraja Szövetség minden egyes országgyűlési képviselőnek név szerint egy levelet küldött, egy szakmai tanulmánnyal kiegészítve arról, hogy mi készül itt, és mit tartalmaz a földforgalmi törvény tervezete. Ezt minden képviselő megkapta, innentől fogva az ő lelkükre van bízva a döntés. Most pedig egy idézettel szeretném Önöket boldogítani.
de nem egy Széchenyi idézetre vagy ilyesmire számítsanak, hanem egy Orbán Viktor idézetre. Mégpedig a 2010-es választások előtt elhangzott idézetre, magos gyűlésen vagyunk. Idézet így szól. Szeretném önöket megnyugtatni, hogy a magyar föld jövője nem függ a Brüsszelben esedékes döntéstől. Ez csak és kizárólag tőlünk függ. És önök biztosak lehetnek abban, hogy amíg a Fidesz kormányon lesz, és abban az én munkám is ott lesz, mondja Orbán Viktor, addig Magyarországon külföldiek akármit döntenek Brüsszelben, itt soha termőföldet nem fognak vásárolni. Mindenki vonja le a következtetést. De még egy idézetet szeretnék a kormányfőtől fölidézni. Amikor a híres WikiLeaks jelentések kiszivárogtak, mindenki tudja, gondolom ez már ezzel nem lepek meg senkit, hogy a magyar politikai elit, hogy ezt a szót ráerőszakoljuk erre a konstrukcióra, amit ott bent látunk. Szóval a magyar úgynevezett elit, politikai elit, az úgy körülbelül havonta jár be, hát ki mennyire fontos ember, raportra az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumába. Azért ez is érdekes egy szuverén állam vezetésétől, de ott állítólag a WikiLeaks jelentések szerint az alábbi mondat hangzott el. Ne a szavaimat figyeljék, hanem a tetteimet. Na most erre reagált is a miniszterelnök úr erre a kiszivárgott jelentésre, és azt reagálta, hogy a tettek beszélnek. Talán igaza volt. Ugyanakkor hadd mondjam el önöknek, csatlakozva az előttem szólókhoz, hogy napról napra, hónapról hónapra erősödik bennünk az a gyanú, hogy ez a földtörvény ez nem hazai termék. Egyre inkább az az érzésünk, hogy nem a kormány találmányával állunk szembe, hanem azokkal a világszerte megindult folyamatokkal találta szembe magát a magyarság, amelyek az egész emberiség ellen hatnak, és amelyek a teremtett világ ellen is hatnak. Ennek a lényege az, hogy az erőforrások koncentrálódnak, egyre nagyobb méretű, számban azonban egyre kevesebb érdekeltséghez kerülnek a főbb stratégiai erőforrások. Ez az a folyamat, amit úgy hívnak szalonképes nevén, hogy globalizáció. Mi ez ellen a folyamat ellen harcolunk. Erről szól a Várai Szövetség pontja, amit hamarosan föl is fogok olvasni. Elhangzott itt egy olyan, az előttem szó, Molnár Attila említette egy olyan kitételt is, hogy az Európai Unióban bizony nem túl demokratikusan születnek a döntései. Na most hadd mondjam el önöknek azt, hogy az Európai Unióban létezik az úgynevezett rendelet. Ez a jogalkotás egyik formája. Kevesen tudják itt az Alkotmány utcában is talán, hogy amit az Európai Unió rendeletbe bocsájt ki, azt a tagállamoknak kötelező jelleggel és közvetlenül alkalmazniuk kell. Az alaptörvényt is felülírja az Európai Unió rendelete. Úgyhogy mindenki levonhatja a következtetéseit. Látjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok a szabad kereskedelmi egyezmény megkötésén fáradoznak. Úgyhogy kimondhatjuk, a GMO már a Spice-ban van. Ez ellen is fel kell lépnünk. Végül pedig szeretnék itt reagálni az előttem hozzászóltál, Molnár Attila említette is, hogy hát volt itt egy pár vitánk, pontosabban Fazekas úrnak volt egy pár érdekes megszólalása, és szeretnék is a miniszter úr vágyaira jelen pillanatban reagálni. A miniszter úr a következőt méltóztatott mondani az egyik kereskedelmi tévécsatornában, illetve ezt ma meg is ismételte az országgyűlés plenáris ülésén, igaz, ott a nevünket nem említette. Idézet így szól, a Várai Szövetség el akarja venni a földet a gazdáktól. Hát ez egy szemenszedett hazugság, de azért szeretném elmondani, hogy milyennek az alapja. Tudnélik régen, Mária Terézia előtt különösen a föld egészen más jelentett, mint manapság. Annak idén az emberek tudták, hogy a föld az közérdek, és a birtok szerkezet is közérdek, hisz mindenkit érint. A földbirtok használatot a közérdekhez igazították. Figyelembe vették a természeti adottságokat, és mindezt fenntartható módon tették. Az ökológia gyökere ide nyúlnak vissza, tisztelt hölgyeim és uraim. Ezt hívták úgy, hogy tájhasználat. Ebben benne van a felelősség, a gazdálkodás. A szülőföld megbecsülése és az őseink munkája. Szemben áll ugyanakkor a profitorientált, fenntarthatatlan, energiazabáló,
nagytőkés, a helyi közösségek a vidék elnéptelenedését kiváltó rendszerrel. Ennek a tájhasználat logikája az, hogy a földtulajdonon lappangó köztulajdon áll fenn. A földek tulajdonjoga tehát a közösségé, amelyet a magyar Szent Korona testesített meg a magyar történelemben. A birtokjog pedig haszonbérlet, örök haszonbérlet formájában a gazdáké. Ezt a konstrukciót azt hiszem itt nem kell bemutatnom, de hát a miniszter úr részéről nem ártana ezeket a tanulmányaiban esetleg felfrissíteni. Miért is jó ez a konstrukció? Tehetjük fel a kérdést. Hát azért, és akkor ezt a miniszter úrnak üzenem, ugyanis ő is tudja, hogy a tulajdonjog az nagyjából korlátlan. Márpedig a földbirtoklást korlátozni kell, és feltételekhez kell kötni. Hangsúlyozom, feltételekhez kell kötni. Európa szerte, és nem csak Európa szerte vannak erre példák, olyan államok, amiket azért fasizmussal és egyéb rágalmakkal nem lehet vádolni, például Angliában és Izraelben is így működik. Tehát Fazekas úr vagy hátsó szándékkal csúsztat, vagy pedig ezt nem sikerült megértenie. Bár hangsúlyozom, látván azt, hogy a kormány részéről teljességgel hiányzik a szándék erre nézve, nem volt része a javaslatainknak, hiszen a javaslataink arról szólnak, amelyet a három pont tartalmaz. Ki kell mondanunk? A rágalom hadjárat ma az igaz emberek lejáratásának a legális fegyverévé vált. Sajnos a módszerek egyre visszataszítóbbak. Idézzük csak fel. Ángyán Józsefet aljas, lejárató propagandával próbálták kiírni egy évvel ezelőtt a közéletből. Egyetlen gond volt akkor, hogy a fantasztikus információkat megjelentető napraforgó blog írását az MTI, a Magyar Távirati Iroda még azelőtt közölte, hogy a blogot létrehozták volna. Kicsit sántított a történet. Erre szokták azt mondani, hogy aki az 50-es éveknek a módszereivel él, az próbálja meg legalább a technika haladásával kapcsolatba kerülni, mert különben így visszasül az egész. De hangsúlyoznunk kell, hogy nem kaptak igazságot azok a gazdák sem, akik elől különböző építési vállalkozók, nádaratok elvitték a földet. Ebből elég, tisztelt megjelentek. Itt ennek a folyamatnak véglegesen véget kell vetnünk. Ennek érdekében fogalmaztuk meg három pontos javaslatunkat, amely azt gondoljuk, hogy ebben a helyzetben talán rövid, tömör és képes összefoglalni mindazt, amit a magyar társadalom szeretne. Mert valljuk be, a miniszter úr, Fazekas miniszter úr finoman sem mondott igazat, amikor azt mondta, hogy a jelenlegi földtörvény a társadalom széles körű támogatását bírja. Ezt mondta. Ennek érdekében tehát az alábbi három pontot fogalmazzuk meg. Első, a magyar föld nem kerülhet külföldi kézbe. A kormány kezdeményezze a földmoratórium meghosszabbítását és az Európai Unióról szóló szerződés akként történő módosítását, hogy a termőföld, továbbá a víz és a föld kincsei ne tartozzanak a tőke szabad áramlásának körébe. Második pont. A kormány azonnal vonja vissza a TPER 7979-es számú törvényjavaslatot, és készítsen elő egy új földtörvénytervezetet valódi társadalmi vita alapján, a Nemzeti Vidéstratégia célkitűzései mentén. A magyar megmaradás záloga ugyanis, hogy a termőföld, a helyben élő kis és közepes gazdálkodók, a magyar családok kezében legyen. Harmadik és egyben utolsó pont, követeljük a már megkötött földhaszonbérleti szerződések semmisé nyilvánítását és a pályázati rendszer visszavonását. Végül pedig szeretnék önöktől kérdezni valamit. Ha elfogadja az országgyűlés mégis ezt a gyalázatos földtörvényt, egyetértenek-e abban, hogy az a földtörvény, amelyet a jogszabályok kijátszásával, a társadalmi konzultáció nélkülözésével és a társadalom támogatottsága nélkül hoztak meg, az semmis. Egyetértenek ezzel?
Azt gondolom, hogy ezt odabent is hallották azok, akik állítólag rólunk fognak döntést hozni, de kívánom, hogy hallgassák meg, legalább néhány tisztességes ember legyen közöttük. Isten óvja Magyarországot! Köszönjük, hogy itt voltak!